18 évvel ezelőtt alakult meg a Garai Székelykör Egyesület, amely a településen élő székely hagyományok megélését és ápolását tűzte ki célul. Eleinte az asszonykórus támogatására hozták létre, később pedig gyerekek is csatlakoztak a társasághoz. Az idők folyamán pedig egyre bővült a létszám. Péntek a mi próbanapunk, és ez évek során egyre inkább bővült mind létszámba, és később csoportokban is. Van nekünk egy óvodás alsó tagozatos csoportunk, de őket is szeptembertől már többször is bontanunk kell, hiszen 30 gyerek jár ide. Vannak, akik évek óta járnak, vannak óvodások, kezdők, tehát két csoportban foglalkozunk velük, illetve van egy felső tagozatos, illetve középiskolás csoport, ők is úgy együtt 18-20 fővel, és ők dolgoznak még ezzel egy időben, és van még egy felnőtt ifjúsági csapatunk, aki 7 órától 9 óráig próbál. Jelen pillanatban olyan 70 fős létszámot tudunk beöltöztetni népviseletbe. Ez az óvodástól az asszonyokig terjed, tehát az asszonykórus is egy meghatározó a mi életünkben. Ők készítik a hagyományos székely ételeket, ilyen például a galuska vagy a töltött káposzta, aki ismeri, nem olyan régen az ízőrzők stábja forgatott, úgyhogy azt tartott minket lázban, úgyhogy többféle korosztálynak kínálunk lehetőséget, és igyekszünk mindenkinek a kedvére tenni. Tolatok egy kicsit, és utána menjünk előre. Ilyet már csináltam. Három éve járok táncra, és azért jött az ötletem, mert hogy már ovi óta táncolok, és akkor oviba befejeztem, és most megint el szerettem volna kezdeni. Hát én is 3 éve táncolok, és nekem nagyon megtetszett a tánc, hogy mindenki táncol, meg ilyenek, és én azért. Én azért, mert a nővérem is ide járt. Én pedig meg azért, mert a legjobb barátnőm ide járt. És mit szerettek benne? Én az, hogy tudok táncolni a sok lányjal, meg hogy fiúkkal is tudok. Én meg nagyon szeretek táncolni. 4 éve táncolok már, otthon nem annyira szoktam gyakorolni, mert itt megjegyzem, hogy miket táncoltunk, és én azért szerettek itt lenni, mert nekem is a matek tanárom a Zsolti bácsi, és akkor én meg az egész családom, vagy hát a nővérem meg az apukám is táncolt, meg még mindig táncol, és akkor én ezért. Nem biztos, hogy a nemzetiség miatt jön ide, azért jön ide, ott jó érzi magát, fiatalok, hasonló korú gyerekek, felnőttek körül vannak, azzal vannak együtt, és utána én azt hiszem, hogy ez a nemzetiségi tudat, magyarság tudat, illetve nemzetiség tudat, ez később kialakul, mindenki megéli, valaki többet hoz otthonról, valaki kevesebbet, és itt azért szépen kialakul az énekek, a zenék és a szokások által, úgyhogy ez egy hosszú folyamat, de így a ifjúsági felnőtt korra ez szépen szokott alakulni náluk. Hát jó táncok vannak, szépek, és tetszik. Én meg azért, mert a tánctanár az a matek tanárunk nekünk, meg jó barátaink vannak itt, és nekem nagyon tetszik ez a tánc. A táncokban van mezőföldi, meg ilyen, meg sokféle tánc is van, és én azért, hát ilyen közepes, én úgy táncolok, hogy hát én úgy megtanulom, hogy nekem mindig sikerülni szokott. Neked mi a tapasztalatod a fellépésekről? Milyen érzés ott állni a színpadon?
Én lámpalázas is vagyok, de attól nagyon jó érzés, amikor vége van, és sok tapsot kapunk. Az nagyon jó érzés. Sokszor gondolom, hogy ez így a második családom igazából. Sok időt töltök velük, nagyon szeretem csinálni. Táborban jöttem először, és akkor utána kértem anyát, hogy jöjjünk. Van-e kedvenc dalod, illetve táncod, amit nagyon-nagyon szeretsz, és mi ennek a történet, miért? Igazából ugye én most így 9-ig is szoktam maradni, és a Magyar Bődi a kedvencem, és a Győrfalvi, és a Magyar Bődiből van egy dal, amit nagyon szeretek, az Elj az igaz szerelem. Igazából itt tudok nagyon kikapcsolódni, mert úgy érzem, hogy itt nagyon jó közegben vagyok, úgyhogy ez így nagyon bíztat, vagy motivál. Mi a legkedvesebb emléked? Ugye mondtad, hogy 5-6 éve táncolsz. Mi a legkedvesebb emléked? Hú, hát igazából rengeteg van, de sokszor van ez, amikor így össze, hát nem is tudom, így csapatba vagyunk, és ez nagyon, nagyon jó, hogy így ilyenek vannak benne. Én is táborban kezdtem, a két húgommal együtt 2016-os nyári táborban voltunk először, és utána a szeptembertől csatlakoztunk a tánccsoporthoz. Én úgy hallottam, sok programotok van, nyilván vannak a próbák, de hogy vannak fellépések és más összejövetelek is, úgymond te mit szeretsz a legjobban, melyiket? Hát talán így a külföldi ilyen több hete, vagy hát hetes utak így a legizgalmasabbak, hiszen ott nem csak fellépünk, táncolunk, hanem valamilyen szinten megismerkedünk egy más országgal, az ottani látnivalókkal, kultúrával. Ezek közül kiemelnél egyet-kettőt, kérlek, hogy merre voltatok, mit láttatok, miért volt az különleges mondjuk számodra? Hát én csak két úton voltam, de mind a kettő az jó emlékeim főződnek. Először Pancsován voltunk, a Zaldunai székely barátainknál. Ez volt így az első nekem, emiatt nyilván nagyon jó élmény volt, egy ilyen hosszú hétvégén voltunk, és most voltunk nyáron Bukovinával a tánccsoporttal, és ott is Erdélyek keresztül mentük, sok helyen jártunk, sok emberrel összebarátkoztuk, emiatt ez egy nagyon jó élmény volt. Van székelykötődésed egyébként? Igen, nagyanyám bukovinai székely származású. Szerinted egyébként fontos, ugye ti fiatalok vagytok nektek, hát mondhatjuk azt, hogy az idősek azt mondják, hogy fontos feladatotok az, hogy ápoljátok a hagyományokat. Nektek erről mi a véleményetek? Hát szerintem is ez nagyon fontos, hiszen ez mi, a mi kultúránk, és emiatt fönt kell tartani, ápolni kell. Mennyire sikerül ez napjainkban szerinted? Hát sajnos sok fiatalnak nehezen, de igazából bármi lehet a kultúra ápolása, zenélés, vagy akár valamilyen sütés, főzés, táncolás, tehát így több formában lehet ápolni. Azt kérdezném, mitől székely a székely, mit mondaná? Hát a leleményességet talán, és így a öntudatot még. Stábunk a pénteki látogatás alkalmával a székely népviselet történetébe is betekintést nyerhetett, amelyet Sántáné Antal Eszter osztott meg velünk a művelődési házban. Van a hagyományos ünnepi viselet, ami általában egy favirágú rokoja volt. Ugye Bukovinában úgy hívták, hogy rokoja. Ez egy szedett teveszőranyagból készült szoknya volt, ezt kétféle módon tárolták, vagy úgy, hogy lógatva, bár így akkor a plisztírozása az ki ment belőle, vagy pedig így összeszedve, és akkor valami vagy szorosan összekötötték, vagy egy harisnyanadrágba belehúzták, és akkor az tartotta az úgynevezett plisztírt. Ez hamar elveszte a tartását, hogyha nincsen szépen levarva, levasalva. Nagyon kevés viseletkészítő készíti ezt jelen pillanatban hazánkban. Akkor van az úgynevezett hétköznapi viselet. Ez nem volt plisztírozva, ez nem volt ugye ilyen szépen levasalva. Ez csak egy ilyen összeszedett, fönt egy kicsit megráncolt szoknya volt. Ebbe dolgoztak, ebbe jártak a faluba akkor, amikor éppen nem ünnepnap volt. Ehhez tartozott egy úgynevezett lájbi.
mellény. Ez általában selyemből készült, feketével volt meg díszítve az oldala, és aranydíszítés volt rajta. Ez is igazából az ünnepi viselethez tartozott. Ehhez tartozik még egy blúz. Ez egy szedett ing, ezt kézzel hímezték. Kézzel varták, kézzel hímezték rá a mintákat. Többféle minta van, a mintáknak többféle jelentése is van. Jelenleg oktatják Kakasdon és Bonyhádon a szedett ing készítését, viszont nagyon-nagyon kevés néni az, aki még foglalkozik vele, és tud rajta segíteni, hogy legyenek. Tehát ha valamelyik így kicsit tönkre megy, akkor már nem is biztos, hogy meg tudják úgy javítani, hogy jó legyen. És akkor van a férfi viselet, ez egy harisnya, úgy hívják, hogy harisnya. Ez általában ilyen zsinóros csizmába beledugják, ugye, tehát ugye félig eltakarja a csizma, meg kell az alját kötni, hogy ne csúszson föl. És akkor van egy vékony öv, ami összetartja igazából, ezt más nem tartja össze, csak az öv, vagy hát régen kötötték, mondjuk, tehát nem volt ugye az öv. És akkor a férfiaknak is van egy mellényük, ő is egy zsinóros mellény. Őt mostanában elég sok helyen csinálnak, tehát lehet kapni. Tehát van olyan viseletkészítő, aki megtanulta bezsinórozni, és akkor a különböző falvaknak a formái mutatták, hogy melyik faluhoz tartozott. A Garai Székelykör Egyesület táncosai novemberben két nagy eseményre is készülnek. Először a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségével együttműködve egy énekversenyt szerveznek a településen, amelyre az egész Kárpát-medencéből érkeznek majd. November végén pedig a hagyományos rendezvényükre, az András napi Gusajasba várják az érdeklődőket, ahol a fellépések mellett a székely gasztronómiát, illetve a táncházban az alaplépéseket is megismerhetik a résztvevők.